Március első napjai nem a legjobban alakultak a kisvárdai csapat számára. Elsőjén a Magyar Kupa negyed döntőjében Török László együttese 2-0-ás vereséget szenvedett a másodosztályú Budafoktól, így elbúcsúzott a sorozattól. Az elmúlt hétvégén pedig hazai pályán veszített rangadót a Várda. A második helyezett Kecskemét 1-0-ra győzött a Várkerti stadionban, 4 ponttal ellépve a harmadik helyi továbbra is őrző Kisvárdától. Vasas meccsen is egy kicsit dráma volt a végén, ugye, hogy a legvégén kaptunk egy büntetőt, az nagyon lehúzott minket. Ugye jött egy Magyar Kupa mérkőzés, ahol a terveink, a továbbítási terveink szertefoszlottak. Aztán jött egy Kecskemét meccs szintén, ahol vereséget szenvedtünk, tehát egymásra épülő negatív hatások értek minket. Ebből kell most kijönnünk. A héten dolgoztunk, beszélgettünk erről is sokat. Úgy gondoljuk, hogy természetesen azok is mi voltunk, akik eddig a bajnokság folyamán az előző mérkőzéseken és a tavalyi szezonban is azért nagyon jó mérkőzéseket játszott. Most egy kicsit elveszítettük a fonalat, de azon vagyunk, hogy ezt most nagyon gyorsan megtaláljuk, és ennek a elemében készültünk a mérkőzésre, úgyhogy ezeket meg kell temészteni, remélem, hogy túl vagyunk rajta. Szombaton újabb rangadó vár a Kisvárdára, az 1 ponttal és 1 helyezéssel mögötte lévő Debrecen látogat a Várkerti stadionba. Sok változáson ment keresztül a Debrecen labdarúgóklub és maga a csapat is, ugye edzőváltás, tulajdonosváltások, vezetői pozíciók cserélődtek. Úgy néz ki, hogy kezdenek kiegyenesedni és egyre jobb teljesítményt nyújtani, és tényleg kirajzolódott egy jó stílusuk a játékoknak is. Úgyhogy nagyon nehéz mérkőzés lesz, de nekünk azt ki kell használni, hogy megint itthon tudunk játszani, és ha nem is teljes mértékben, de felettetni az elmúlt időszakot. Nem utólagos magyarázkodásnak, csak pillanatnyi helyzetjelentésnek szeretném mondani, hogy azért nagyon sok sérülés és betegséggel bajlottunk, de inkább az a betegség, ami dominált a csapat körül. Ugye még a hét elején is hétfő kedden szerdáig voltak betegségek, volt akiné lázba is járt, volt akiné nem. Úgyhogy ilyeneken is keresztül megyünk, biztos, hogy lesz változás. Ma már edzettünk, mindenki tudott edzeni, remélhetőleg már nem lesz újabb betegség, és akkor ki tudunk állni egy erős kezdő 11-en. A Kisvárda-Debrecen mérkőzés szombaton 14:30-kor kezdődik a Várkerti stadionban. A forduló további párosítása a következő: Paks-Molfehérvár FC, Budapest-Honvéd-Zalaegerszeg, Kecskemét-Vasas, Újpest-Mezőkövesd és Ferencváros-Puskás Akadémia.